Budapest megfagyott a levegő a Sztárban Sztár stúdiójában. A zsűri szerint átlépték a jó ízlés határát a szerkesztők a TV2-s hovjában. Fehérvári Gábor Alfred, 28, azaz Freddie a Csellengők című egykori tévéműsorból is ismert Runaway Train című Soul Asylum számot adta elő, amelyben eltűnt gyermekek fotóit villantották fel, akár csak az eredeti klipben. A produkciót megelőző kisfilmben a volt modell, Sütő Enikő telefonon kért engedélyt az országos rendőrfőkapitányságtól a fotók bemutatásához. Liptai Claudiáék szerint ez öngól volt az ország házi buliában, nagyon nehéz hozzászólni egy ilyen produkcióhoz, főleg, hogy ilyen megoldást választottunk, nyitotta a sort Stól András, 51, aki Liptai Claudiához, 45, képest még finoman fogalmazott. Ez az, amit egy szülő sem akar átélni. Szerintem ez egy szórakoztató műsor, így én ezt nagyon soknak találtam, fogalmazott Claudia, aki a produkció alatt az asztalra borulva fogta a fejét. Ez nem egy dal, hanem egy ügy, ezt nem lehet itt előadni, jelentette ki Majka, 39, hozzátéve, szórakozni akart, mint mindig, de a produkciót látva világgá akart menni. Az adást Freddie nyerte, védelmében a zsűri megemlítette, jó ügy mellé állt. A Sztárban Sztár Facebook oldalán pedig a nézői visszajelzések azt igazolták, helye volt a produkciónak a műsorban. Más kérdés, szerencsés volt-e a megjelenítés? A Csellengők alapító producere, Ince Zsuzsa szerint nem igazán, a kevesebb talán több lett volna. A Runaway Train ikonikus klip volt, vele ikonikus közszolgálati televíziós műsorrá vált a Csellengők is. Három éve, hogy megszűnt ez az eltűnteket kereső műsor, ám a zenéje generációk tucatjai számára ma is ugyanarról szól, nem tudni, hogy ez a rohanó vonat honnan jön, hová megy, ám egy biztos, az a gyerek, aki felszáll rá, talán soha nem jön vissza. Freddie remek előadásában ez a dal akkor is a legtöbb nézői szavazatot kapta volna, ha nem vágják be hatásvadász módon néhány, napjainkban eltűntként keresett gyerek fényképét. Ez a közszolgálati műsorok feladata, mondta Ince Zsuzsa. Miközben néztem a Shovt, a fejem fogtam, mert Claudiának igaza volt. A csatorna óriási öngólt rúgott azzal, hogy oda nem illő közszolgálati elemekkel igyekezett emelni egy egyébként is népszerű, szórakoztató műsor nézettségét, ostoba helyzetbe hozta ezzel a zsűri tagjait, szembefordítva őket a szerkesztői stábbal. Végül mind a négyen keserű és keresetlen kritikát fogalmaztak meg az adás szerkesztőinek baklövéséről. Komoly téma is kell, a csatorna sem hagyta szó nélkül a vasárnap este történteket, az alábbi nyilatkozatot juttatták el a Blikhez. Meglepődétünk, hogy éppen Ince Zsuzsa nehezményezi azt, hogy több százezer nézőhöz jut el ez a fontos ügy. Az ORFK-val együttműködve készültünk a dal üzenetének megjelenítésére, amelyben az eredeti klipet vettük alapul.
A Sztárban Sztár műsorában, mint az egyik legsikeresebb műsorunkban, mindig is helyet adtunk komolyabb témáknak. Így rengeteg nézőhöz jutnak el fontos üzenetek, ahogy történt ez most is. A szívbe markoló produkciók mindenkire óriási hatást gyakorolnak, a zsűri tagjai sem kivételek ez alól, és az élő műsorban mindannyian saját érzelmeiknek, vérmérsékletüknek megfelelően reagálják le azokat, állt a közleményükben.